Tudja-e ön, hogy ki volt Telkes Mária? A Budapesti Tudományegyetemen matematika-fizika szakon kezdte tanulmányait, majd Ribár István professzor asszisztense lett. Akkoriban látogatott haza Mária nagybátyja, aki Clevelandben volt magyar konzul. Mivel a pesti lehetőségek egy fiatal lány számára, főleg tudományos körökben, meglehetősen korlátozottak voltak, ezért a nagybácsi rábeszélésére kiment Amerikába. ...1924-ben megérkezése után, mint kutatót, azonnal felvették a Clevelandi Biofizikai Laboratóriumba, ahol munkája a testszövetek in vitro sugárzásának mérése volt. Telkes első felfedezése, hogy a kipreparált agy is bocsát ki infravörös sugárzást. A kísérletek mérésére egy nagyon érzékeny detektort és egy infravörös kamerát szerkesztett. Ettől kezdve nem a szövetek, hanem a kifejlesztett műszerek határozták meg további tudományos érdeklődését, amely egy új szakterületet nyitott meg a tudomány számára. 1939-től már a MIT-en, a Massachusetts-i Technológiai Intézet tanáraként a nap energiájának hasznosításával foglalkozott. 1948-ban az ő tervei alapján építik fel Doverben a világ első napházát, amelynek fűtése kizárólag napenergiával működött. A kísérlet nem csak fizikai, de kémiai is volt. A 3 méteres üvegfalak mentén a nap felmelegítette a levegőt, amit egy Glauber-sót, nátrium-szulfátot tartalmazó tartályrendszer köré fúvattak. A kristályokat megolvasztotta, majd lehűléskor újra kristályosította. A felszabaduló dermedési hő kerülhetett hasznosításra. Telkes Mária volt az első, aki felhívta a világ figyelmét a napenergia kutatásának jelentőségére. Eredményei vezettek a termoelem és a fototranzisztor kialakításához, amely a napsugárzását villamos árammá tudta átalakítani. ...1950-től az intézet Telkes Máriát nevezte ki a napenergia kutatások vezetőjének. Egyik jelentősebb eredménye az 50-es években, hogy a tengervízből napenergia segítségével iható édesvizet nyerhettek egy általa fejlesztett desztilláló berendezéssel. Ma is ezt használják nem csak a trópusokon, hanem az óceánok felett közlekedő repülőgépeken is. Mivel a napenergia hasznosítását a napsugárzás intenzitása nagymértékben befolyásolja, ezért Telkes olyan hőtároló rendszereket dolgozott ki, amelyek segítségével hosszabb távon is raktározható a hőenergia. Tudományos felfedezései között a hideg tárolásának technikája is szerepel. Ezzel az épületek fűtésének és hűtésének új lehetőségeit teremtette meg. Telkes Mária találmányaival a légkondicionáló ipart is forradalmasította. A világ sok országában a napenergiával nyert melegvíz vagy elektromos áram szinte minden háztartás tartozéka. A folyamatosan dráguló energiaárak Telkes munkásságát egyre jobban felértékelik majd.